Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit. A mai napon Lukács evangéliumának egy részletét olvasom. Az apostolok visszatértek, és mindenről beszámoltak neki. Akkor elvonult velük egy csöndes tájékra, Betszaida városának környékére. Amikor a nép megtudta, utána ment, szívesen fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról. Akik pedig gyógyulást kerestek, azokat meggyógyította. Kedves nézők, holnap pünkösnapja van, a Szentlélek kiáradására emlékezünk, és tulajdonképpen ennek a kiáradásnak a fényébe kell nekünk arról beszélnünk, hogy hogyan is viszonyuljunk a földi életünkhöz, és hogyan viszonyuljunk ahhoz a mennyei hazához, amelyet meghirdetett számunkra. A keresztény embert ebben a helyzetben a lélek segíti, bátorítja, hogy el tudjon igazodni az előtte levő kérdésekben. Jézus azt mondta, hogy az Isten országa hasonlít olyan ahhoz, hogy amint a gazda kimegy, elveti a terményt, gondozza ezt a terményt, de igazában a növény magától kell ki, nem a gazda segíti, maga a föld adja neki a táperőt, aminek kezdetében kinő, a napnak a sütése és a napnak a sugarai segítik, hogy szárba szökkenjen, hogy termést hozzon, a termést megérjen. És Jézus ezt a példabeszédként azért mondja, hogy valahol a lélek is ugyanígy működik az életünkbe, hogy eljött, elküldve, hogy bennünket segítsen, hogy a saját életünket megoldjuk. Ugyanakkor nekünk is szembe kell nézni, hogy két hazában élünk. Van egy földi hazánk, ahol meg kell felelni a földi hazak követelményeinek, és ennek mellett van egy égi hazánk, amelynek az alapjait itt építjük ebben az országban. És nyilván a földi hazánk is olyan, amelyben rengeteg olyan ember élt, gondolok itt a szentekre, akik előttünk jártak, példát adtak számunkra, akár nemzetünk nagyjaira, Szent Istvánra, Szent Lászlóra, Szent Erzsébetre gondolunk, de gondolhatunk a nemrégiben boldogálvatottakra, Salkázi Sárára vagy Brenner Jánosra, és arra a rengeteg emberre, aki igazából szintén üdvözült, bár nem avatták boldoggá, és ennek keretében azt az üzenetet hordozzák ezek az emberek, hogy tulajdonképpen a keresztény embernek részben két lábbal kell a földön állni, és ebben eligazodni, de ugyanakkor nem szabad elveszteni a mennyek országának a távlatát, amely az életünket nem lehatárolja, hanem kinyitja a végtelen felé. És arról is beszél, hogy a keresztény értékrendet csak akkor tudjuk bevinni a földi életünkbe, ha ennek a léleknek a segítségével építjük a családjainkat, azt a közösséget, akár a városközösségét, akár kisebb közösségeket, a plébánia közösségét, amely, aki eljött és azt szeretné, hogy az életünket fölemelje, teljesebbé tegye. Az egyház képviselőinek, akár legyenek katolikusok, reformátusok, evangélikusok, vagy görögkatolikusok, vagy más egyháznak a képviselői, elsősorban arra kell figyelni, akár szülők, akár más küldetésben élnek, hogy igazából felelősek abban, hogy hitelesen szólaljanak meg, hogy olyan példát adjanak, hogy életük példáján keresztül mások tudják építeni az életüket. Nyilván tudjuk, hogy erre időnként kevesek vagyunk, és azért jött el a lélek, azért küldte el az Úristen a Szent Lelket, hogy segítségünkre legyen, hogy vele együtt tudjuk építeni azt az országot már előre az életünkbe, amelyet megígért számunkra, ahová készülünk, és ahol mindannyiunk otthonra talál. A lélek vezet itt bennünket a földön,
és arra figyeljünk, hogy az itteni lakásunk is valamilyen módon atyai ház, ha az a szeretet lengi be, az a szeretet járja át, amelyet Jézus elhozott. Amen.